Tata városában a választásra jogosult 18.848 főből 8.932-en éltek választói jogukkal, és mentek el október 13-án reggel 6 óra és 19 óra között a szavazóhelyiségekbe. Ez azt is jelenti, hogy a jogosultak több mint fele nem kívánt állást foglalni a helyhatósági választásokban. A választás napján 15 óra és 16 óra között változatos képet mutatott a megjelenés aránya. A 16-os szavazókörben vagyunk a Vaszary János Általános Iskolában. Milyen tendenciák vannak jelen? Hát a szavazásunk 47%-on tart, tehát ez előzőekhez viszonyítva egy nagyon jó átlag, de ez a 16-os körzet mindig jó százalékkal teljesíti, úgyhogy a szavazók aktívan részt vesznek. A 18-as szavazókörben mi a helyzet? Hát a 18-as szavazókörzetben elég jó a helyzet, a megjelenési arány elég jó, bár a korábbi évekhez viszonyítva picikét gyengébb az érdeklődés. 25-28% körülbelül most az megjelenési arány. Agostyánban vagyunk a 24-es szavazókörben, mi a helyzet, milyen a százalékos megjelenés? 35% jelenleg, ami az előzőekhez képest is ugyanennyi szokott lenni a korábbi választásoknál. Nemzetiségek jönnek szavazni? Igen, német nemzetiségünk van és lengyel nemzetiségünk, a lengyelek már megjelentek, a németből olyan 50% jelent meg. 19-es szavazókörben vagyunk a juniorka óvodában, milyen a megjelenési arány? A tavaszi választásokhoz képest kevesebb, gyengébb a megjelenés a választópolgárok részéről. Százalékban kifejezhető ez most? 39%-on állunk jelen pillanatban. A Jávorka iskolában vagyunk, a 7-es szavazókörben mi a helyzet? Reggel 6 órakor megnyitottuk a szavazást, 41%-on van ideig a létszámunk. Megjelenési arány jó. Minden nemzetiségi, a roma, a lengyel, a német, mindenki megjelent. Fazekas iskolában vagyunk, a 3-as számú szavazókörben mi a helyzet, milyen a megjelenési arány? A múltkorihoz képest kicsit kevesebb, olyan 32-33%-on vagyunk most, lehetne jobb is. Gyakorlatilag tudja mindenki a dolgát, jönnek folyamatosan rendkívüli esemény. Semmi nem történt. A kollégáink most vannak kint a szavazatszámláló bizottság tagjai az urnával. 8 mozgó urnásunk volt, úgyhogy várjuk az eredményeket. És az a 42% a elmúlt, én már mondjuk 20 évet csinálom ezt a szavazatszámlálásos dolgot, szerintem egy picivel jobb, 1-2% jobb, mint a régi. Országos átlag fölött meg mindig fölötte voltunk. Legalábbis itt a 14-es körben. Legyen az most NATO szavazás, önkormányzati, uniós szavazás, itt mindig a országos átlag fölött vagyunk egy kicsivel, vagy néha nagyon sokkal.